Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm innen Kaposváról a Székesegyházi plébániáról ennek a felvételnek a hallgatóit, paptestvéreket, híveket, mindenkit, aki nyitott szívvel hallgatja ezt a felvételt. Húsvét nyolcadában a fényes héten vagyunk, szerdai nap van április 15-e, amikor Lukács evangéliumának a 24. fejezetéből az Emmauszi tanítványok történetét fogjuk meghallgatni. Arra hívok mindenkit, hogy nyitott szívvel hallgassa ezt az ige szakaszt. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helyiségbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. Miről beszélgettek itt az úton? Elszomorodtak. Megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálembe, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Micsoda? Kérdezte. A názáreti Jézus esete, felelték, aki proféta volt, hatalmas tettekben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. Már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kijártuk a sírnál, és hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt. Ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már menőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret. Megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. De eltűnt a szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtett az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11-et és társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Mielőtt az ige magyarázatba belekezdenék, szeretném megjegyezni, hogy ugyanezen a fórumon, ebbe az elmélkedés sorozatba pár nappal ezelőtt, április 12-én, húsvét vasárnap, Somos László helynök atyánk egy nagyon jó elmélkedést tartott ugyanerről az ige szakaszról. Éppen ezért, ahogy készültem, arra gondoltam, hogy én néhány másik szempontot szeretnék ugyanehhez az Emmauszi történethez hozzáfűzni. Az első gondolat, hogy a nemzetközi eukarisztikus évében vagyunk, készület utolsó évében, és minden szentmisén elimádkozzuk a neknek az imáját. Neknek az imádságában azt imádkozzuk, hogy felismerjük és egyre jobban szeressük az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust. Neknek az évében érdemes az Emmauszi történetet kicsit ebből a szempontból olvasni. Minden szentmisének van két fő része,
az ige liturgiája és az áldozat liturgiája. Az ige liturgiában ugyanaz történik, ami az Emmauszi úton, hogy a prófétákban és az írásokban kezdve Mózesen keresztül olvassuk az Isten igéjét, és szeretnénk eljutni oda, hogy majd az áldozat liturgiában, ugyanazokban a gesztusokban, amit Jézus az Emmauszi vacsorán tett, hogy megtörte a kenyeret, hálát adott, hogy oda nyújtotta nekik, és ebből a gesztusból ismerték föl Jézus. És szeretnénk eljutni ide, és ezért imádkozunk. Ezt kérjük a mennyei atyától, hogy nekünk is nyissa meg az értelmünket. Ezt kérjük Jézustól, hogy segítsen nekünk fölismerni őt. Az Emmauszi történetnek, tehát így az eukarisztikus kongresszus évében van egy ilyen olvasata. Második gondolat, amit megosztanék itt a magam elmélkedéséből az Emmauszi történettel kapcsolatban, az egy lelkipásztori olvasat. A lelkipásztor, a pap, a lelkész, Alter Christi. Vagyis Krisztust hozza közel az emberekhez. Erre szentelődtünk föl. Nem csak akkor, amikor misézik, nem csak akkor, amikor gyóntat, vagy szentségeket szolgáltat ki, vagy tanít. Most a járvány idején én magamban is sokszor fölteszem a kérdést, hogyan tudok lelki pásztorként működni? Hogyan tudok oda szegődni mások mellé? Akik lógatják az órukat, akik kimennek a karanténból, mint ez az a két tanítvány, és akik csüggettek, akik értelmet keresnek. Hogyan tudok egy telefonnal, egy Skype-os beszélgetéssel, bármivel oda szegődni az emberek mellé, és megkérdezni, hogy vagy? Az Emmauszi történetnek, hogyha Jézus szemszögéből olvassuk, akkor a tanítványok mellé szegődésnek van egy nagyon mély értelme. És talán éppen ez az evangélium a mai napon, ez az örömhír, hogy olyan Istenünk van, aki mellénk szegődött, és ezt kellene valahogyan tettekre váltani. Nagy szeretettel ajánlom Füzes Ádám atyának az írását, ami most jelent meg a Magyar Kurír oldalán, ahol azt mondja Ádám atya, hogy oda tudunk szegődni a másik mellé egy telefonhívással. Oda tudunk szegődni a másik mellé internet, a kommunikációs eszközök segítségével, ha személyesen megszólítjuk a híveket, vagy akár a barátokat, szomszédokat. Bevallom őszintén, ennek a lelkipásztori olvasatnak számomra a másik része, hogy mikor volt az én életemben a saját Emmauszom, hiszen arról tudok beszélni, amit tapasztaltam. Nekem az egyik korábbi lelki vezetőm, egy idős pálos atya jut eszembe, aki az éveken át jártam, akkor Budapesten tanultam, Szikla templomba volt ez az idős atya, és most így visszanézve döbbentem rá, hogy mennyire hálás vagyok a jó Istennek, hogy éveken át volt egy olyan ember az életemben, akihez elmentem, megkérdezte őszinte érdeklődéssel, Feri, hogy vagy? Ki képes volt meghallgatni, aki képes volt a jó irányba terelni, tanítani, és a kellő pillanatban képes volt eltűnni, hogy utána már magam lábán állva tudjak tovább menni. Lelkipásztori olvasatnak van egy ilyen oldala is szerintem, hogy lelkivezetőként, papként, az Emmauszi történet alapján hogyan tudok odaszegülni a rám bízottak mellé, illetve kik voltak azok az én életemben azok az emberek, akik mellém szegődtek. A harmadik gondolat, a harmadik olvasata ennek a történetnek, amit ma ebbe az elmélkedésbe idehoznék, az egy olvasás élményem, egyben egy könyv ajánló. Nem katolikus írás, de számomra egy nagy élmény volt. Bojki Lászlónak van egy könyve, az a címe, Pedig mi azt hittük. A könyvnek az alcíme egy kicsit provokatív, Vallás károsultak evangéliuma. Ez a Tamejon kiadónál megjelent könyv, ami az egész Emmauszi történet alapján íródott. Én szeretném felolvasni a könyv hátoldalán lévő ajánlót. Az Emmauszi úton olyan emberek találkoztak a mesterrel, akik egyszer már találkoztak vele, akik hittek benne, vele jártak. Valaha izzott a szívük,
de ez a szív kihűlt, amikor a szilárdnak látszó hit és reménység szerte foszlott. Dolgok nem úgy alakultak, ahogy remélték, ahogy szentül hitték, és amely hitre föltették az egész életüket, legszebb éveiket, sőt, egzisztenciájukat, megélhetésüket is. Feltételek és kompromisszumok nélkül követték Jézust. De csalódniuk kellett, mert legalábbis a tapasztalataik szerint szintjén őt követve jutottak lelki zsákutcába. Mellette vele járva mentek tönkre. Létezhet ilyen? Kérdezhetjük jogosan. Az igéből azt látjuk, hogy igen. Bár a legtöbb evangéliumi üzenet arról szól, hogy ha Jézus nélkül élünk, akkor kilátástalanná válik az életünk, sötétben fogunk botorkálni, és előbb vagy utóbb kiégünk. Bezzeg, ha Jézussal élünk, akkor minden jóra fordul, életünk felvirágzik. Az emauszi tanítványok történetében azt látjuk, hogy Jézust követve is juthatunk zsákutcába. Hívő emberek tömegei járnak kiégett szívvel az emauszi úton. Olyanok, akik már nem is tartják magukat hívőknek, akik elhagyták gyülekezeteiket, otthagyták a korábban lelkesen végzett szolgálatukat, felszámolták a hívő emberekhez fűződő, egykor élő kapcsolataikat. Ugyanakkor sokan vannak azok is, papok, lelkészek, egyházi szolgák, misszionáriusok, előjárók és aktív gyülekezeti tagok, akik a külsőségekben megtartották ugyan a hívő életi kulisszáit, de a szívük mélyén rég kihűlt a tűz. Szolgálatukat csendes kétségbeesésben végzik, hívő életüket üresnek, értelmetlennek és erőtlennek érzik. Ilyenkor marad a fájdalom, a csalódás, az önmarcangolás és az üresség, vagy a keserű cinizmus. Pedig mi azt hittük, mondják szégyenkezve lesütött szemmel, vagy mondják róluk mások megbotránkozások közepette. Rájuk gondolva és feléjük fordulva mesélem el mindazt, amit megéltem, és amit a Szentírásból megértettem. Ez áll a könyv hátsó borítóján, még egyszer a szerző és a cím, Bojki László, pedig mi azt hittük. Megmondom őszintén, hogy számomra ez a könyv nagyon sokat adott, abból a szempontból, és nem csak mert nagyon humoros és nagyon frappáns, két lábbal a földön álló szemlélettel írja meg az emauszi történetnek ezt az olvasatát, de abból a szempontból is nagyon sokat kaptam ebből a könyvből, hogy magam életében sokszor voltam ilyen kudarcos, ilyen kilátástalan helyzetbe, és sokszor nem volt elérhető lelki vezető. Sokszor nem volt olyan ember, aki oda szegődött volna mellém, akivel meg tudtam volna osztani kudarcomat. És nagyon sokszor a lelki életben, az ima életben is ugyanezt átélhetjük. Nagyon sokan vannak olyanok, akár itt Kaposváron, Somogy megyé szerte, vagy az országban, akik számára üresek a vallásunknak a kifejezés módjai, valláskárosultak evangéliuma. Hogyha az evangelizáció szempontjából nézzük ezt a könyvet, az emauszi történetnek ezt a harmadik olvasatát, akkor én azt merem mondani, hogy szerintem ez egy nagyon jó könyv, és nagyon nagy segítség abban, hogy hogyan tudunk odalépni másokhoz, hogyan tudjuk őket megszólítani. Én azt kívánom így a járvány idején, az eukarisztikus kongresszusra készülve, illetve keresve, hívőként és lelkipásztorként egyaránt a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk szolgálatunkat betölteni. Azt kívánom minden hallgatónak, hogy mindenekelőtt merjünk odalépni az élő Krisztushoz. Merjünk az imádságainkban őszintén kifakadni előtte. Merjük elmondani neki azt, hogy pedig mi azt hittük, hogy máshogy fogsz megváltani minket, és képesek legyünk letenni elé azokat a kudarcainkat, amik most nyomják a szívünket. Ez az egész járványhelyzet alapjaiban megkérdőjelezi a hitünket, hitünk alapjai, személyes Isten kapcsolatunknak a megélését, a módját. De van benne egy remény. Mi Krisztus, amikor mi már kudarcosok vagyunk, és hogy hátra dobnánk mindent, és hagynánk el Jeruzsálemet, és indulunk kifelé, akkor oda szegődik mellénk az úton.
Számomra ez evangélium, ez örömhír, ezzel szeretném bátorítani mindenkit. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt.